41 ember életét vesztette Indonéziában egy Tozsúföld börtönben pusztító tűzben. 8-an súlyos, 73-an pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek a hatóságok szerint. A feltételezések szerint rövid zárlat okozhatta a tüzet, de a pontos okokat még vizsgálják. Így néz ki az a börtönépület, amelyik szerdára virradóan leégett Indonéziában, több mint 40 ember halálát okozva. A lángok éjfél után egy órával csaptak fel az indonéz fővárostól 20 kilométerre található Tangerang börtön egyik épületében, ahol kábítószerkereskedelem miatt elítélt rabokat tartanak fogva. Hatósági adatok szerint ugyan a börtön 600 férőhelyes, azonban 2000-nél is több elítélt van a létesítményben. A leégett börtönépület 122 férőhelyes volt, de jóval többen tartózkodtak benne. Remélem, a hatóságok gondoskodnak majd arról, hogy többet ne fordulhasson elő ilyen. Ugyan a fiam felnőtt férfi volt, és tudom, hogy nem volt a legjobb ember, de ez akkor is egy katasztrófa, mondta az egyik 21 éves áldozat édesapja, aki hozzátette, hogy a családja nem tudta kifizetni a jogi költségeket a fia kábítószerrel kapcsolatos pere előtt. Ennek a börtönnek az épülete már 42 éves, és felszólítottam a hatóságokat, hogy ellenőrizzék a börtönök állapotát, főleg miután több börtön lázongások során megrongálódott. Ebben az esetben pedig az a legvalószínűbb, hogy rövid zárlat okozhatta a tüzet, mondta az indonéz igazságügyi és emberi jogi miniszter. A tragédiában legkevesebb 41-en meghaltak, és több mint 80-an megsérültek, 80-an súlyosan. Az áldozatok között két külföldi, egy portugál és egy dél-afrikai állampolgár is volt.